Ezen a falon 8 montás kapott helyet, amelyek mind ugyanabban a méretben készültek, és felfedezhetünk bennük azért sok hasonlóságot. Például az egyik ilyen hasonlóság az az, hogy nagyon sok képen vagy nem látható a fej, tehát konkrétan fej nélküli alakokat látunk, vagy el van takarva az arc valamilyen maszkkal, vagy fejfedővel, és rögtön azzal kezdeném, hogy nagyon sok párhuzamot vélek felfedezni a szürrealizmussal, amelyeket egyébként a címadásaid is alátámasztanak, hiszen több olyan címet olvashatunk, ami konkrétan a szürrealizmus egy-egy alakjára vagy figurájára tesz utalást, illetve azokra a képi megoldásokra is felhívnám a figyelmet, amelyek mondjuk Magritte-nál abszolút egy bevett képi megoldás, hogy a figurának a feje hiányzik, de azt hiszem, hogy itt a jelentéssel valami máshol kell keresgélnünk, nem csak a rációnak, az észnek, illetve az identitásnak az elvesztését értem ezekben a fejetlen figurákban, hanem egy picit azt is, hogy elvész a kontroll, elvész az embernek a saját teste fölötti, a saját érzelmei fölötti kontrollja, és valahogy kiszolgáltatottá válik az ösztönöknek, a természetnek, és valamilyen értelme determinálódik, tehát elveszíti a szabad akaratát, ez az én olvasatom nyilvánvalóan, de ehhez még hozzá lehet tenni azt is, amit itt a Sanyi nekem az előbb mondott, és akkor ezt mondd el te, mert ez szerintem a te szádból hitelesebb, hogy honnan jön ez az egész. Igen, engem sokszor megkérdeznek, hogy az arc, tehát hogy miért hiányoznak a figuráimnak az arca, illetve a festményeken szereplő személyek miért tűnnek ilyen homályba, vagy miért vesznek homályba arcátlanul. Ez egy gyerekkori emlékhez kötődik, a 80-as években az erdélyi társadalom, de hát akkor mondhatnám inkább, hogy egész Romániában volt egy nagyon határozott, központosított elképzelés, hogy reformálják meg a társadalmat egy olyan új embertípusnak a létrehozásával, ami engedékeny, feladja a hagyományait, beköltözik ipari városokba és követi az előírt normákat. Évtizedek után vettem azt észre, hogy a társadalomban ez olyan pusztító hatást végzett, ami elrémisztett, hogy lehetett látni, hogy van egy korosztály, amiben ez a fajta központosított rendszer elképesztő személyiség, egyéniségvesztést idézett elő. És ezért jelenik, vagy ezért szeretem én általában ezt a fajta ábrázolásmódot használni, mert most egy másik helyzetben kicsit hasonlót látok megszületni. Valahol a világunk, vagy a környezetünk egyre jobban afele irányul, hogy hasonlóan, tehát az egyéniségeknek, vagy az egyéni szabadságnak egyre kevesebb és kevesebb módját, vagy lehetőségét lehessen érvényesíteni, sokkal inkább az a tömeg, az az arcátlan tömeg fontos, aki tehát inkább követi a szabályzatot, vagy az előírt parancsokat. Igen, és ez egyébként két ponton is tudnék kapcsolódni, hogy egyfelől ez a társadalmi mérnökösködés, ami mondjuk a Ceausescu rezsimnek volt egy ilyen nagyon erős karaktere, hogy megszüntetni a falvakat, hogy városiasítani, mesterségesen industrializálni az egész vidéket, és mondjuk a hagyományokat kiírtani, tehát tulajdonképpen ténylegesen lefejezni egy társadalmat, és nem csak képileg. Ez annyiban visszajön ezeken a képeken, hogy nagyon sok esetben pont a bolygóknak a jelenléte, vagy azoknak a mesterséges horizontvonal fölött lebegő tárgyaknak a jelenléte valami olyan érzést kelt bennem, mint ami például ugye most a médiában ugye nagyon nagy port kavar az, hogy ugye az Elon Muskék ugye a Marsra akarnak küldeni embereket. Tehát hogy a kolonializáció, vagy a más bolygóknak a gyarmatosítása annak érdekében, hogy egy civilizáció pusztulásakor majd túlélje az emberiség a saját bolygójának a pusztulását,
tényleg nem csak a science fictionökben létező dolog, hanem most már realizálódni látszik, vagy legalábbis elindultunk ezen az úton. És itt is azt látom, hogy ugye a planéták, vagy hogy több planéta, több égitest van a horizont fölött, ez nekem azt az asszociációt kelti, hogy tulajdonképpen nem is a Földön vagyunk már, hanem egy olyan gyarmatosított bolygón, ahol aztán megpróbáljuk létrehozni több-kevesebb sikerrel, vagy reprodukálni a saját civilizációnknak és a saját környezetünknek, vagy akár a természetnek a törvényeit, de hogy ez általában nem sikerül. És hogy itt is ez az egyik, ahol szerintem ehhez lehet kapcsolódni, hogy egy olyan planétán, ahol nincs meg az életnek az emberek által megszokott körülményei, ott mesterségesen kell létrehozni ezt, tehát ott nagyon komoly szabályok, nagyon komoly keretek kellenek ahhoz, hogy működjön valami, és ebben a személyiség az lehet, hogy elveszik teljesen. Itt például van egy olyan című kép, aminek a középpontjában egy idős hölgy áll, és egyébként ő az egyetlen, akinek itt látszik az arca, érdekes módon. Az összes többi képen ilyen nincsen. Tehát ez a hölgy ugye a piroska, a Little Red Riding Hood, aki három planétával a háttérben egy hatalmas kartfalnak a szájába néz bele, mint a farkasnak a szája lenne, de itt ugye a farkast egy kartfal helyettesíti, és ebben nem tudok nem belelátni iróniát. Tehát, hogy azért ebben van egy irónia, hogy megöregszik a piroska, és kvázi egy ilyen kíváncsiskodóan, mint hogyha egy természettudományos múzeumban járna, nézi ennek a kitömött karthalnak, vagy akár hogyha a farkasnak a tetemét, és közben pedig olyan érzésünk van, mint hogyha egy marsbéli tájon lennénk, ahol éppen három planéta van az égen egyszerre, tehát hogy már rég nem a Földnek az ideális világában vagyunk, hanem valami teljesen más környezetben. Én annyit tennék hozzá, hogy valójában nagyon sok esetben itt egy nagyon határozott környezeti változás látható, olyan új elemeknek a jelenlétével, ami joggal csomó lehetőséget nyit ki előttünk, hogy ez egy földi, vagy akár már egy másik, egy galaktikus környezetnek valamely helyszínén történhetne az esemény, de mondjuk én személy szerint itt a Földnek a nagyon szélsőséges változási aspektusait vettem elsősorban figyelembe, illetve igen, mondjuk Piroska esetében nagyon-nagyon elszállt az idő és megváltozott minden annyira, hogy joggal már feltételezhetjük, hogy ez már lehet akár a Marson, illetve hát előbukkantak olyan új bolygók is, amelyekről ugye hát nem ismertünk tudomást, vagy hát ők még nem voltak annyira így a közösségi tudatunkban. Igen. És akkor még a bolygókról egy pár szót, hogy ha megnézzük itt a többi képet, például rögtön itt a következőt, ez a The Mother of 11 Planets, tehát a 11 bolygó anyja. Itt is ugye ilyen holdszerű égitestek, vagy aszteroidák, vagy bolygók lebegnek, de hogyha a többit megnézzük, ott is rendszeresen visszatér ez a motívum. És ez nekem nem csak egy ilyen teljesen direkt asszociáció, hogy tényleg akkor ezek bolygók, vagy olyan égitestek, amelyek keringenek egy másik planéta körül, vagy egy másik naprendszernek, vagy akár a saját naprendszerünknek a bolygói, hanem egy picit a maga ez a kör motívum, és ez a sötét körfelület, ez tulajdonképpen ki is takarja mindig a képnek egy-egy részét, és más képeken, például ott szemben, teljesen sötét felületként jelenik meg, és egy picit nekem ez visszatérő elemként úgy is értelmeződik, hogy bizony vannak olyan dolgok a körülöttünk lévő világban, amit racionálisan a megismerésünkön keresztül nem tudunk megérteni, tehát irracionálisak maradnak, és megismerhetetlenek maradnak a tudatunk által, sokkal inkább az intuíciónk, vagy az érzelmeink, vagy az érzéseink által, vagy egy hatodik érzék által megismerhetőek. Olyan jelek ezek, vagy olyan szimbólumok, amelyek tényleg az irracionálisba
helyezik át ezeknek a képeknek az értelmezését is. Nekem a bolygók, vagy ezek a körformák első időszakban, amikor így megjelentek a munkákon, akkor ilyen lelkek voltak, amelyek környezetünkben bolyonganak, nagyon nem lehet őket látni, de érezni lehet. Uh-huh. Olyan lelkek, amelyek valamiért nem tudtak eltávozni. Uh-huh. Inkább ezeket ilyen problémás eseteknek éreztem, vagy gondoltam, akkor, amit mindenképpen jó lenne, hogyha velük úgy foglalkoznánk, hogy el tudjanak távozni. Később alakultak át egyfajta, hát ilyen bolygószerűvé, illetve mondanám azt, hogy olyan, mintha ilyen kisebb, ilyen akár galaxisok lennének, vagy, vagy olyan csatornák, amelyek valahová máshová vezetnek. Tehát ilyen fekete lyukok. Akár igen, fekete lyukok. Itt még ennél a képnél eszembe jutott a Magritte-nak egy festménye, amin egy nagy lebegő szikla tetején van egy város, vagy vár, vagy valamilyen emberi település, és ez tényleg szinte egy az egyben visszahozza ezt a motívumot, ezzel is erősítve a szürrealizmussal való kapcsolatot. Ugyanakkor van az egészben egy teljesen hétköznapi, abszolút jól azonosítható táji látvány is, amiben viszont a szürreális elemek azok mégiscsak áthelyezik az egészet egy álomvilágba, egy képzeletvilágba, és a lebegés által ugye teljesen valóságtól elrugaszkodottá teszik. Erről akkor mesélj te egy picit, mert ezt nekem elmesélted, de talán megint csak hitelesebb a te mondod. Igen, ez egy érdekes kép, amelyet valójában hát egy Trianonnal kapcsolatos alkotás. Amikor így a forrásanyagot így építettem, megkerestem, vagyis megtaláltam, találtam a Versailles kastélyról egy elég szép udvar részletet, ami hát mondjuk így első gondolatként nagyon meglepett, hogy hú, akkor ebből lehetne készíteni valamit, amit eddig soha nem mertem úgy megfogalmazni, vagy úgy nem nagyon adta magát, hogy mondjuk Trianonnal kapcsolatosan készítsek egy montást. Ennek az a címe, hogy a nagy fogás, és itt egy amerikai laszos úriember áll a trianoni kertben. A háttérben egy asztalt látunk, fölötte ilyen szétrombantott ilyen bolygó, vagy gömb alakú formákkal, ami egyrészt a Magyarországnak a helyzetére utal. Hogy így elkezdődött ennek az egésznek a megfogalmazása, nagyon szépen érkeztek hozzá azok az elemek, amelyek végül egy ilyen egységi formálták össze ezt a képet. Egyébként itt is nagyon érdekes szerintem, hogy az emberi civilizáció által létrehozott kert, ami mindig egy zárt valami, és mindig a kultúrának is egy szimbóluma, az valahogy mindig bele kerül egy természet által uralt környezetbe. Tehát itt is ugye a tengernek a végtelensége, vagy az óceán partjának a végtelensége, az nagyon erősen szembe kerül ezzel a lehatárolt és a határok által nagyon jól kijelölt francia kertnek a motívuma. Nyilván itt a határokat is be lehet egy kicsit hozni, amik az ember által mesterségesen kreált, földrajzilag nem létező képződmények. És hát persze azért ez az asztal utalás, ami azért simán lehet egy ravatal is, az is egy nagyon érdekes asszociáció, de lehet például egy terített asztal, vagy egy olyan teríték is, ahova valamit kiraknak. És hát persze itt megint csak a fejetlen figura, az megint csak visszatérő elem, aki a lasszóval a kezében éppen szabadon elajtja a prédát, vagy nem szabadon rabol.